fenyőillatú szép napot kívánok nektek. Sziasztok! Én újra itt vagyok, és arra gondoltam, hogy ezt az ünnepi hangulatot, a ténylegesen tapintható fenyőillatot felturbózom, és megmutatok egy nagyon-nagyon finom receptet, a citromos, fahéjas kuglófnak a receptjét. Indulok is! Tudjátok, én mindent előre ki szoktam mérni. Ebbe a munkába az az első feladat, hogy langyos tejbe fogok tenni egy egészen picike cukrot, csak azért, hogy majd az élesztőgombák jól érezzék magukat. Azt is egyébként a kimért cukorból veszem el, ennyi az egész. Teszek hozzá egy egészen picike lisztet, belemorzsolom a szobahőmérsékletű élesztőt, az egészet összekeverem és elviszem egy meleg helyre. Folytatom is tovább. Meg fogom vágni ezt a cukrozott citromhéjat, aztán meg majd lereszelem a citromot. Tulajdonképpen lehet is összerakni a tésztát. Azzal kezdem, hogy a cukorból, a kimért cukorból kiveszek egy kanállal, egy ilyen púpozott kanállal, így, kb. Ennyit, egy következő munkafolyamathoz. Elsőnek a liszt, megy utána a cukor, vaníliás cukor, jöhetnek a citrusok, és én teszek bele egy pici narancslikört, és szerintem bátran tegyetek bele, és a megsült kuglófot minden további nélkül ehetik gyerekek is, mert ez a pici alkohol, ez így sutty, így el fog tűnni a sütés alatt. Jöhet a vaj, amit persze egy picit meglágyítok mikróba. Jöhet a lágy vaj, aztán meg teszek hozzá még kettő tojást. Van ez a csodásan felfutott élesztő, ezt pedig teljesen belerakom. Indulhat a dagasztás. Van egy minimális dagasztási idő, de az alapszabály az az legyen, hogy kukkantsatok majd bele, váljon el a tészta az edény falától, és egy ilyen egységes, szép, sima felületet képezzen. Picit megformázom, visszateszem a helyére, és megy a melegre. Lassan le fog telni a 40 perc, addig kivajazom, de alaposan ezt a formát. Gyönyörűen megkelt a tészta, bele is lehet kukkantani. Kiborítom, kettőbe vágom és megsodrom őket. Tudjátok, amit félretettem pici cukrot, ahhoz adok egy pici fahéjat, és akkor a tészta egyik felét így meghempergetem. Annyi van már hátra, hogy így összetekerem őket. És megy be a formába, így ahogy van. Most pedig megy vissza a melegre, kelni, aztán a szép nagyra nőtt, akkor 180 fokos sütőbe készre sütöm. Elérte a végleges térfogat növekedést, és azt látom rajta, hogy ideje lenne letakarni, nehogy túlpiruljon a teteje. Letelt a sütési idő, és nem fogjátok elhinni, olyan illatok vannak, hogy nagyon-nagyon sajnáljátok, hogy ti ezt nem érzitek. Most kiveszem, picit várok, hogy hűljön, és aztán kiborítom. Ta-ta-ta-tam! És mindössze az íze kedvéért, meg a szépségért egy pici vaníliás porcukrot kap. Hát így készítem én a karácsonyi citromos kuglófot. Szeretném, hogyha minél többen elkészítenétek. Remélem tudtam vele újat mutatni. És egy szolgálati közlemény. Ha esetleg szeretnétek vásárolni ilyen nagyon vagány kötényt, vagy soha nem látott ajándékokat, akkor látogassatok el az SK-shopba. Aki pedig elkészíti ezt a kuglófot, annak jó játékot hozzá. A változatos ünnepi receptek támogatója a Mizo.